Nyugat-magyarországi hírek következnek, jó reggelt kívánok! 700 millió forintból gazdálkodhat jövőre az ország egyik legfiatalabb városa, Bábolna. A Komárom-Esztergom megyei település hosszú távú célja, hogy az itt található termálvíz segítségével fürdőtelepülésé válhasson. Rendelőintézet, óvoda, bölcsöde, valamint családsegítő és gyermekjóléti szolgálat. A jól működő intézményrendszere büszke többek között a 4000 lelkes település polgármestere. Ez is hozzájárulhatott ahhoz, hogy Bábolna 2003. július 1-én, pontosan fél évvel ezelőtt városi rangot kapott. Magyar urbanisztika történetében Bábolna egyeduralkodónak mondható, mert 45 év alatt kapta meg a városi rangot. 1958-ban lett önálló közigazgatási egység, akkor kaptuk meg a falu rangot, a községi rangot, és 2003-ban pedig a városi rangot is. Bábolnán 2004-ben több beruházást is szeretnének elindítani. A tervek között szerepel a városközpont rendezése, bérlakások építése és egy műfüves sportpálya létesítése is. A település hosszú távú elképzelései között pedig az szerepel, Bábolnát fürdővárossá teszik. Mindehhez hazai és európai uniós pályázati forrásokat szeretnének igénybe venni.